Én azt látom, Gabin, hogy furán érzi magát. Nyilván a saját évadunk azért mesébe illő volt, egyszeri, és szerintem emiatt vagyunk egy kicsit csalódottak, mert ugyanarra vagy még jobbra számítottunk. Úgy gondolom, hogy ezen a holtponton át kell lendülnünk majd, és akkor újra jó lesz. Figyelj, elérkeztünk az utolsó ceremóniához. Segítség. Az a helyzet. Gabriella, a mai teljesítményünk után úgy gondolom, hogy ezt a rózsát egyikünk sem érdemli meg, így hát... Kukába. Zozoval mi ugye végigcsináltuk a saját évadunkat. Elég nagy része volt abban, hogy én ott akkor nyerni tudtam. Én azt gondolom, hogy ez most nincs másként, csak most éppen mind a ketten egy-egy hullámvölgyben vagyunk. Úgyhogy ebből majd közösen kell kijönnünk, mert muszáj lesz ebből kijönnünk. Most így belegondolva, ez még egy félelmetesen hosszú játék lehet, hogyha úgy alakul, hogy jól megy. És tényleg nem érzem azt, hogy nekem most itt van a helyem, és itt kell lennem. Valami hasonló, hasonló dolgot érzek, hát majd látjuk. Csak belül meg másrészt meg rossz érzés, mert tudom, hogy ezt meg nem tehetem meg a csapattal, hogy nem a teljes 100%-os motiváltsággal állok oda. Jó, de a motivációt ezt nem tudod így felhozni. Ez a probléma, hogy ez nem így jön. És lehet, hogy ahhoz idő kell, hogy akkor ez most kijöjjön még. Nem tudom. Voltak bennem kételyek, mielőtt igent mondtam az Olszár évadra. Azt reméltem, hogy ugyanaz lesz, ugyanaz a kis mesevilág, ugyanaz a varázs, mint amikor először voltunk. De most valahogy más. Azt sem tudom mondani, hogy most a csapat nem olyan jó, mert tényleg tök jó emberekkel vagyok együtt, és az biztos, hogy nem opció, hogy én azt mondom az egyik ceremónia, hogy én inkább hazamennék, mert az akkor nem én lennék. Illetve ezt nem tehetem meg sem magammal, sem a családommal, sem pedig azokkal, akik egyébként kedvelnek és támogatnak, akár ismeretlenül is. Akár mi is lesz, akár úgy is alakul a játék. De nem szeretném, hogyha rossz érzést okoznék nekik azzal, hogy itt nem 100%-ig a játékra koncentrálok, és nem teszek meg mindent a csapatért és magamért.